Hogyan tudsz te otthon szinte ingyen tápanyagot csinálni a növényeidnek? Van rá egy nagyon jó megoldásom, évek óta alkalmazom, és nagyon jól bevált nekem itt a kertben. Nagyjából 250 forint, és ebben a dobozban van benne. A megoldás pedig nem más, mint a giliszták. Egy ilyen doboz 250-300 forint, attól függ, hogy mekkora giliszták vannak benne. Nem kell fújolni, ha nem lennének a talajlakó élőlények, a zöld hulladék bizony felemésztene minket. A giliszták kihelyezése pofon egyszerű feladat, ásunk egy lukat a földbe, szépen beleforgatjuk a gilisztákat és betakarjuk őket földdel. Tehetjük a fű melletti ágyásba, tehetjük a virágos ágyásba, a növényágyásba, én még a magas ágyásba is szoktam tenni, bárhova tehetjük a kertben, semmi más nem fognak csinálni, csak tökéletes gilisztakomposztot. Egy-egy ilyen doboznyi giliszta a kert egy-egy sarkába tökéletesen elég, úgyis el fognak szaporodni, és egy idő után önfenntartóak lesznek. Abszolút a bió megoldás. Az elmúlt években én hihetetlen mennyiséget vettem a horgászboltban ezekből a gilisztákból, mindenhova telepítettem őket a kertben, és mindamellett, hogy hihetetlen gyorsasággal bontják le a növényi maradványokat, bizony tökéletes gilisztakomposztot csinálnak, amit imádnak a növények. Ráadásul, hogyha elszaporodnak, nagyon jól át tudják mozgatni a talajt, levegőssé teszik, csak jó tulajdonságaik vannak. Szóval irány a horgászbolt, tessék venni gilisztákat, telepítsétek őket a kertbe. Tőlem még a szomszédasszony is kapott egy dobozzal magas ágyásába. Nem kell tőlük iszonyodni, kesztyűben dolgozva hozzájuk sem érünk, és igazán jó hatással vannak a kertben a növényekre.